A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják. Ez a műsor sorozat arra vállalkozott, hogy bemutatja Székesfehérvár, mondhatnám azt is, hogy most már legapróbb részleteit, a történelmét is természetesen, és a jelenbe is megérkezünk itt-ott-amott egy-egy felvétel erejéig. Ezt azért mondom, mert természetesen amellett, hogy beszélgetünk a városról, nagyon sok képet is tudunk megmutatni. Köszönhető ez mind szakértőnknek, Váci Márk történész városkutatónak, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Néha végigfut a kis fejemen, hogy mi mindent tudtunk már megmutatni a városból ebben a sorozatban, és hát bizony nagyon-nagyon sok mindent, és mégis úgy érzem, hogy messze van még a vége. Hát nagyon sok olyan téma van, amit talán érintettünk ugyan, beszéltünk róla néhány mondatban, de részletesen még nem foglalkoztunk vele. Gondolok itt a kultúrára, a sportra, az ipartörténetre, jeles személyekkel. Már ismerkedtünk ugyan korábban, de nagyon sokan vannak még, akikkel érdemes külön megismerkedni. Akár az oktatásról is beszélhetünk több adáson keresztül, hiszen az is egy nagyon fontos téma Fehérvár életében, vagy éppen a katona múlt és a jelen. Tehát ez mind-mind hozzátartozik a városnak az életéhez. Sőt, igazából építkezésekről sem beszéltünk annyira részletesen. Nyilván néhány épületről természetesen azért beszéltünk egy-egy adás erejéig különböző témák kapcsán, de hát nagyon sok minden van még, amit tényleg csak említés szintjén hoztunk eddig szóba. Az utóbbi hónapokban igen érdekes módját választottuk a város bemutatásának, hiszen fényképészeken keresztül és fotókon keresztül ismerhetünk meg embereket, történéseket, tehát eseményeket, és akár épületeket is. Nagyon izgalmas a történet, amiért valahol az 1800-as évek végéről indult. 1860-as években kezdtük magát a történetet, ugye egy meglehetősen bizonytalan körvonalakkal, hiszen nem tudunk hozzá pontos évszámot kapcsolni, sőt a város egyik első fényképészétől eddig semmilyen anyagot nem sikerült találni, őt ugye Enczmann Lászlónak hívják, akit a szakirodalom ugyan név szerint említ, de ezen kívül igazából semmi más nem tudunk róla. És aztán szépen elindultunk, ugye, eljutottunk a századfordulóig, majd onnan ugye egészen 1945-ig, sőt az 50-es évek elejéig a szövetkezetesítésig, és aztán olyan fotóművészek, illetve úgymond amatőr fotósok fényképeinek a segítségével, akikkel ugye korábban is foglalkoztunk az előző néhány adásban, be tudtuk mutatni Székesfehérvár II. Világháború utáni történetét, nagyjából a 70-es évek közepéig, 80-as évek elejével bezárólag ugye ott a piac kapcsán, meg a palotaváros bontása kapcsán már a 80-as évekről is tudtunk beszélni. Igazából ebben az adásban és a következő adásban is két olyan fényképészt emeltem ki, akik ugyan hivatásukat és szakmájukat tekintve nem fotósok, sőt, fotoművész oklevelet sem kaptak, sem kitüntetést, de rendkívül fontos fénykép sorozatokat készítettek, fontos témákat dolgoztak fel, sőt, nyugodtan mondhatjuk azt, ugye Barasics Béla és dr. Perényi István képeinek a megtekintése után, hogy Bauer Béla és az ő fia Bauer László, akiről majd a következő adásban fogunk beszélni, életképeket jelenítettek meg, és ezeket őrizték meg az utókor számára. Érdekes, hogy ez a foglalkozás, a fotózás, a fényképész munka mennyire fertőző lehet a családban, hiszen ahogy végigmentünk a fényképészeken, hány olyan család volt, ahol többen is fotózással foglalkoztak? Igen, hát a Bauer családnál is ezt láthatjuk egyébként. Egy eredendően műszaki végzettségű és műszaki szakmában dolgozó férfi emberről, családapáról van szó, Bauer Béla személyében.
aki az Édász munkatársa volt évtizedeken keresztül, majd az ő fia László, aki 1952-ben született, és hál' Istennek mai napig is köztünk van, jó egészségben, ő a Köfémnél helyezkedett el, tehát ugyanúgy ugye műszaki, fizikai pályán dolgozott, de az édesapjától örökölte a fényképezésnek a szeretetét, a különböző technikákat, technológiákat, ugyanúgy fotózott a családi lakásnak az ablakából például, mint az édesapja, csak már teljesen más eseményeket örökített meg. Ugye egyrészt korkülönbség is van köztük, illetve volt köztük természetesen, más korban éltek, más korban eszméltek igazából, és más események hatottak rájuk meghatározóan. Tehát ahogy Bauer Béla esetében mondjuk az 1956-os forradalom, vagy a 60-as évek nagy építkezései, úgy a Bauer László esetében hát leginkább a Palotavárosnak az átalakulása, vagy akár a Vízivárosnak az átalakulása, tehát ez a 70-es évek eleje, illetve hogyha a Palotavárost nézzük, akkor ugye a 70-es éveknek a második fele, 80-as évek eleje, az, ami az ő fényképeinek a témáját igazából meghatározta. Mindketten egyébként törekedtek arra, illetve Bauer Laci a mai napig is törekszik arra, hogy megmentse az utókornak azt, ami a jelenben még látható, hiszen nem biztos, hogy aztán évtizedek múlva ugyanezt fogjuk látni. Például az alsóvárosi rét kapcsán ő rendszeresen készít fotókat, ugye most a rétnek az átalakulásáról, parkosításáról, és biztos vagyok benne, hogy akár 10-15 év múlva ezek a fotók nagyon nagy értékűek lesznek majd. Várhatóan ez már digitálisan, de ezek a fotók, amiket most még bemutatunk, bizonyára papíralapon lelhetők fel. Egyébként honnan van a gyűjtemény? Hát Bauer Bélának a fotóanyagát ugye a fia, a már említett László teszi közzé rendszeresen a közösségi oldalon, különböző csoportokban, illetve a Fehérvár Annó adatbázisban is megtalálhatók ezek a fényképek, amiről már ugye korábbi adásokban beszéltünk. Bauer Lászlónak a fotógyűjteménye kapcsán egyébként úgy nagyjából 80-as évek közepéig bezárólag szintén ugyanez elmondható, hogy a saját képeit is természetesen közzéteszi, egyébként mai felvételeit is, amelyek már digitális technológiával készülnek, illetve magában az Annó adatbázisban elérhetők ezek a képek, de ha az internetes keresőbe bármelyikük nevét beírja bárki, akkor természetesen rengeteg képet találni tőlük. És természetesen mi is megmutatjuk itt a képeket. Jó néhány kép van, úgyhogy azt hiszem, hogy el is kell, hogy kezdjük, hiszen kevés lesz az adásidőnk. Hát ha esetleg odébb csúsznánk, akkor mivel ugye a fiúval folytatjuk, ezért természetesen tudjuk a következő adásban, de igen, az a cél, hogy be tudjuk mutatni az összes fotót természetesen. Nos, tehát az első képen Perényi István látható? Ez egy nagyon érdekes képpár. Bauer Lacitól kaptam nemrégiben e-mailben ezt az összehasonlító fotót. Ő nagyon sok ilyen összehasonlító képet készít, majd a következő adásban fogjuk látni. 1956. október 24-e a Városi Tanács erkélye, illetve a Városi Tanács előtti Szabadságtér. Ugye az alsó kép az a már bemutatott dr. Perényi István féle fotó, ugye ennek adtuk az esküszünk címet. És a felső fotó pedig Bauer Bélának a képe, két fotósnak a szemszögéből ugyanaz az esemény megörökítve, ugyanabban az időpontban, tehát ez egy elég érdekes körülmény, hogy ugye ketten is ott voltak. Ugye ne felejtsük el, hogy az egyikük a Városi Tanácsnak a dolgozója, aki ugye a Városi Tanács épületéből kijön és megörökíti ezeket az eseményeket, a másikuk pedig egyébként a Basa utca 1-es szám alatt lakik egy szolgálati lakásban az emeleten, tehát ő is viszonylag közel van, és mivel aznap ugye nem dolgoznak, sztrájkolnak, ezért természetesen ő is elindul és megörökíti ezeket az eseményeket, tehát ott vannak mind a ketten a tömegben és fotóznak. Nyilván ők is és sokan mások is érezték, hogy itt nagy dolgok történnek, és érdemes megörökíteni az utókornak, és mennyire jól tették, hiszen nincs túl sok képünk ezekről az eseményekről 56-ból. Igen, és ugye most egyetlen egy ilyen képpárt hoztam, mivel dr. Perényi Istvánnak a fotói kapcsán elég részletesen bemutattuk a fehérvári 56-os eseményeket, úgy gondoltam, hogy Bauer Bélával kapcsolatban most inkább más témákat érintenénk, érzékeltetve, hogy milyen témájú fotókat készített, és milyen eseményeket örökített meg. Kit láthatunk a következő képen?
A következő képnek a címe Arany bácsi a postás, 1906-ban készült, és a Bauer családnak a lakása előtt áll éppen ezen a kis függő folyosón. Ugye ez a Basa utca 1-es számú épületnek a belső függő folyosója, és igazából ezen kívül, hogy Arany bácsinak hívták magát az illetőt, én nem tudok róla sokat, illetve gyakorlatilag semmit. Bauer Laci az, aki akár vele, akár a háznak a lakóival kapcsolatban megosztotta egyébként az emlékeit, és többek között ezt a fotót is a rendelkezésre megbocsátotta. Én azt hiszem, hogy itt megszólíthatjuk ismét a nézőket, hiszen itt 1960 környékén járunk, az idősebb korosztály lehet, hogy emlékezik Arany bácsira, úgyhogy bármilyen információjuk van, mint ahogy eddig is mondtuk, most is nagy örömmel fogadjuk, keressenek bennünket a Fehérvár Média Centrum vagy Máci Márk ismert elérhetőségein, és akkor egy kicsit be tudjuk mutatni azt is a televízió műsorban. Előre is köszönjük természetesen, folytassuk a sort a Basa utcával. Ugyanebből a házból láthatjuk a következő fotót. Ugye itt is igazából annyi volt a fotósnak a dolga, hogy lemenjen a földszintre, és fölfelé fényképezzen. Ugye itt láthatjuk a két szintet, ahogy sorakoznak ugye egymás mellett a lakások, és ezek a függő folyosók ugye egymás fölött. 1959-ben tatarozták először ezt az épületet, akkor készült ez a Bauer Béla fotó, illetve aztán a 70-es években megint csak. Az 59-es az ugye a háború utáni első tatarozás volt, de ez egy annyira népesen lakott épület volt annak idején, illetve ma is többen lakják. Ugye rendszeresen használták, hát szükség volt egy újabb tatarozásra is. Ugye a belvárosi műemlék épületeknek az állagát, állapotát azt ismerjük egyébként napjainkban, tehát tudjuk, hogy milyen rendszeresen és milyen gyakran kell ezeket felújítani. Kapunk egy kis képet arról a hangulatról, amiben éltek annak idején azért ezzel a körfolyosóval. Egy picit úgy gondolom, mindenki tudott mindenkiről mindent. Így van, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy nem akármilyen családok laktak itt. Tehát ugye Baueréket említettük, a Bobori családot mindenképpen érdemes kiemelni. Ugye Bobori Zoltán a Basa utca című írásában többek között leírja azt, hogy 56-ban mit éltek át. Ugye a szomszédban, Bástya utcában működött a nyomda, majd mindjárt fogunk látni róla egy képet, ahonnan a keszei fivérek ugye elhozták a kinyomtatott követeléseket, és egyáltalán ahonnan a forradalmi hangulat elindult. Aztán a Pór család, ugye Pór Ildikó, aki fiatalok számára, Háriné Pór Ildikóként ismerhetjük, fiatalok számára állított össze egy rendkívül jó városkalauzt, és egyébként ő is a családja történetével foglalkozik most már évtizedek óta, az első világháborútól kezdve a Donkanyaron keresztül nagyon sok mindennel. Vele is lehetett már találkozni közösségi rendezvényen, ahol elmesélte, hogy milyen volt az élet ebben a házban, tehát többen megörökítették ezeket a történeteket. És hát ha már Bauerék szóba kerültek, ugye említettem, hogy szolgálati lakásban éltek, tehát voltak szolgálati lakások ebben az épületben, ugye Boboriék is szolgálati lakásban laktak, sőt, ha jól emlékszem, egyébként a Pórék is, illetve a névadó Gebhardt idős házaspár, akiktől elállamosították ezt a bérházat, ugye ők voltak, ez a család volt a névadója tulajdonképpen ennek a háznak, mert ma is nagyon sokan Gebhardt házként emlegetik. Nézzük meg akkor azt a bizonyos Bástya utcát, ahol a nyomda is volt. 1955-ös az a felvétel, amit most láthatunk. Ugye a Bástya utcán, hogyha jövünk a Lakatos utca felől, akkor ez a látvány fogad minket. Ugye itt a Basa utcai ház nyúlik be igazából a kanyarba, és az a kis földszintes épület, aminek itt láthatjuk a három homlokzati ablakát, ez pedig az egykori Számmer nyomdának az épülete, ahol többek között Vörös Marti Mihálynak a különböző műveit is első kiadásban megjelentették annak idején. Tehát azért irodalomtörténeti vonatkozásai is vannak ennek az épületnek. Itt működött nagyon sokáig, ugye majdnem egy évszázadon keresztül a Számmer Imre féle nyomda, ami Székesfehérvárnak az egyik első nyomdája. Majd aztán az államosítás után ugye Pannonia néven állami nyomda lett belőle, és hát említettük, hogy az 50-es években ugye a forradalmi követeléseket például itt nyomtatták ki. Tehát egy kicsit képzavarral élve
ez volt Fehérvárnak a Landerer nyomdája az 50-es években. Próbáltam az útburkulatot megfejteni, a járdán látjuk, hogy ez a nagyobb típusú macska kőszerűség, de mivel várhatóan eső után vagy eső közben készült a fotó, így az útburkulat úgy annyira nem látszik, hogy mit is viselt 1955-ben, de hát az látszik, hogy azért az épületek nem voltak újak már akkor sem. Bizony, és ugye ne felejtsük el azt, már többször említettük itt a fotótörténeti sorozat kapcsán, hogy nagyon sok belvárosi utcában is csak a 60-as évek elején tudtak nekiállni a háborús károk helyreállításának és egyáltalán a renoválásnak. Tehát itt is olyan állapotokat láthatunk, amelyek még a felújítás előtti. Ugyanebben az évben maradunk. A fekete sas név Székesfehérváron jól ismert. A szállóról, amely sajnos most éppen Csipke Rózsika álmát alussza, de akár a gyógyszertárról is, ami viszont gyönyörű, és fogadja is a látogatókat, ha nem is a vásárlókat, de a látogatókat. Viszont cukrászdát nem szoktunk emlegetni. Nem szoktuk, mert ez viszonylag rövid ideig működött. Ugye az 50-es évek közepén, 60-as évek elején. Ugye ne felejtsük el, hogy korábban ebben az épületben tiszti klub volt. Ez a fekete sas szállodának az épülete ugyanis. Ugye, ami szálloda, kávéház és étteremként működött. Lehet azt mondani nyugodtan egy évszázadokon keresztül. És ebben az épületben az egyik földszinti részben alakították ki ezt a cukrászdát már az államosított időkben. És aztán lett ugye később az alaksorban MHS, lőtér, modellező szakkör és minden egyéb. De ez még az úgynevezett békebeli idő, tehát amikor még polgári célra használták az épületnek egy részét legalábbis. És akit ott láthatunk a bejáratnál, ő pedig a 3 éves Bauer Lacika, amit még nem mondtam el, hogy Bauer Béla rendszeresen családi fotókon örökítette meg egyébként a különböző eseményeket, illetve a különböző épületek is inkább a hátteret adják, de ugye a mi szempontunkban meg pont a háttér az, ami érdekes, meg maga a környezet. Nekem a betűtípus tűnt fel, ez a cukrászda felirat, és ez a felirat használat azért még a 60-as évek, sőt még a 70-es években is megtalálható volt sok helyen, ismerős lehet sokaknak. Lakatos utcába sétálunk? Igen, a Bauerék ugye nagyon sokat kirándultak a városban, nagyon sokat járták a környéket, és hát természetesen a közvetlen környezetüket is fotózták. A következő adásnak az anyagából ugyan nem szerkesztettem be, de Bauer Lacinak van egy hasonló fotója körülbelül 10 évvel későbbről, tehát itt 1961-ben járunk, és a 70-es évek elejéről van egy fényképe, amin már a Ferenci féle kis plasztikának az oszlopa is egyébként látszik. Itt pont az a rész nem látható belőle. Hát ugye a Lakatos utca igazából, ha megnézzük, olyan nagyon sokat nem változott küllemében 1961 óta, legalábbis ez a sarki rész. Ugye amit itt láthatunk, a sarkon ugye az úgynevezett rózsásház, ami most már azért egy pár évtizede ugye ezen a néven ismert, az a kis köz, az ugye a bejárat a Bástya utca felé, ahonnan, ha balra elkanyarodunk, akkor ugye a Rózsa utcában tudunk tovább menni, ha egyenesen megyünk tovább, ott ugye a láncos korlátoknál, akkor a Bástya utcába érkezünk meg, és ugye ha tovább megyünk egyenesen, akkor pedig egyszer csak a Városháztér és a Fő utca sarkán lyukadunk ki, ugye a Püspöki palota sarkánál igazából. Fel lehet ismerni tényleg a történetet. Rózsa Ferenc utca a következő kép. Tulajdonképpen egy helyen mozog. Igen, és nagyjából egy időben is. Tehát ezért érdemes ezeket a képeket megnézni, hogy hogy is nézett ki a belvárosnak ez a szűkebben vett része az 50-es évek végén, 60-as évek elején. Ugye azért a Rózsa utcának legalábbis a jobb oldali része az meglehetősen sokat változott az utóbbi évtizedekben. Ugye egy társasház épült be ide, a polgári ház mellé, illetve azért a bal oldalon is épült egy lábas ház, az egykori Árpád-kori templomnak a romjai fölé, ezt ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon fontos építkezés, és amit ugye rögtön szemközt látunk, az a ciszterci templom, tehát ugye az eredeti Rózsa utca 1947-ben felvette a kommunista újságíró Rózsa Ferenc nevét, majd a 90-es évek elején ugye a rendszerváltás után visszakapta az eredeti Rózsa utca nevet. És egyébként ez nem csak Székesfehérváron történt így, de például Szűke Pátriánban, lakóhelyemen, Szabadbattyánban ugyanez zajlott le, és nagyon sokan még mindig Rózsa Ferenc utcának nevezik a Rózsa utcát. Azért itt még mindig könnyebb, hiszen a rózsa azért jelen van, még ha éppen mást is jelent.
1955-be lépünk vissza a következő képpel. A Népköztársaság útján járunk, ez az az időszak, amikor még az eredeti nyomvonal az a vasalóházzal szemközti területen kanyarodik, tehát a régi várkörútról van szó igazából, amit ugye 1947-től Népköztársaság útjának neveznek, és itt már azt a szakaszt látjuk egyébként, ami már a vasalóház utáni rész, de hát ugye a kettős fasor az például nagyon jól látszik, ugye a várkörútnak, vagy ahogy akkor nevezik Népköztársaság útjának, az a klasszikus elrendezés, az a széles sugárút, ami ugye kimegy a Vörös Hadsereg útja mai Budai út felé, ugye szépen egyenesen végig. És aztán a következő kép az már 1962, amikor szintén a Népköztársaság útján járunk, egy picit visszább lépünk, ez ugyanis az akkori István Király Múzeumnak a Népköztársaság útja felőli homlokzata, ugye ezekkel a jellegzetes vasrácsokkal, és a Bauer testvérek láthatók egyébként ezen a fotón is, ahogy már említettem, meglehetősen sok ilyen családi felvétel maradt meg az archívumban. Aranyos ez a kislánya hatalmas nagy masnival, akkoriban ez jellemző volt, hogy a kislányok feje tetejére ilyen masnit kötöttek a szülők, és ha már kislány, akkor babakocsit is láthatunk a következő képen. 1960-ban járunk, és ugye egy fiatalabb hölgy tol egy babakocsit a romkertnél, szintén a Bauer család látható a képen, és amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, amiről beszéltünk már a II. Világháborús pusztítások kapcsán is, hogy ott egy nagy üres teret láthatunk a háttérben, ha megnézzük. Ugye azt nagyon sokan el szokták mondani, és természetesen én is mindig hozzáteszem, hogy valójában nem voltak Székesfehérvárnak külső városfalai azon a szakaszon, ahol ugye aztán megépítették vörös téglából, ahogy ma is láthatjuk, ugye a romkert és egyben a belváros lezárásaként. Tehát ez már egy jóval későbbi építés. Ugye itt a sérült mauzóleumnak az épülete látható, amit ugye 1945 után jó érzékel le is meszeltek, eltüntetve Abonovák Vilmosnak a szekkóit, és nagyon sokáig egyébként ez a látvány fogadta azokat, akik errefelé közlekedtek, tehát hogy a Rákóczi utca felé igazából ki lehetett látni az egykori zsinagóga helyén lévő játszótér, illetve kisebb vásártérnek az irányába el lehetett nézni, és hát Bauer Béla pedig a mindennapokban többnyire errefelé közlekedett egyébként a munkahelye felé, tehát számára azért is volt ez egy érdekes és fontos útvonal. Folytassuk a képek bemutatását, a Szabadság térre látogathatunk, 1962. 1962-ben járunk, ugye ez a legkésőbbi időpont, amikor ez a fotó egyáltalán elkészülhetett, és akkor megint csak, hogy ugye miből lehetne ezt datálni, bár tudjuk a pontos évszámot, hiszen megmaradt. Az országalma felezés? Az országalma, ugye, amit félalmának is szokás nevezni, hogy itt még a félalma van, ugye az a jellegzetes szökőkút, szerű végződés van a tetején, és aztán 62-ben ezt egyébként helyreállítják. Hát ez egyik utolsó fotó lehet akkor ebben a helyzetben. Nézzük 62-ből a következő képet is. Szintén nem megyünk messzire, ugye az előbb látott háttérben lévő épületnek a csemegének a sarka igazából, ami ugye korábban a Pollak-féle cipőáruház volt, és aztán ma pedig ugye kávézóként, étteremként működik, de nagyon sokan ma is csemegeként emlegetik, ugye ez a Pollák sarok Fehérváron, és hát Bauer gyerekek, meg egy kis rokon gyerek, vagy kis barát látható még ezen a felvételen, szintén egy eső utáni kép. Egyébként aszfaltos burkolattal ellátott környéken, és én azt szeretem nagyon egyébként Bauer Bélának a fényképeiben, hogy amikor válogattam, akkor nem kellett sokat keresgélni, és akár ugyanarról az épületről, különböző szögekből, nagyjából ugyanabban az időpontban, vagy ugyanarról az utcáról találtam különböző felvételeket, úgyhogy nem is nagyon kellett erőltetni azt, hogy ezek egymás mellé kerüljenek, hiszen léteznek. Hogy jegyezzem meg, hogy itt látható már az a bizonyos svájci sapka, amely évtizedekig volt viselet. Most már nagyon eltűnt, de tényleg évtizedekig volt viselet. Nem csak a férfiak, hanem egy idő után már a hölgyek között is. Igen, hát azért falun még ma is felfedezhető. Az én nagypapám még a nyugdíjas éveiben is rendszeresen hordta, főleg amikor a szőlőt kötözte, és kint volt. Hát akkor svájci sapka örök. Menjünk tovább, folytassuk a sort. 1960-ban készült a következő felvétel, de megint csak nem megyünk egyébként messzire.
Ez ugyanis ugye a csemegének a másik oldalát mutatja, tehát bekanyarodunk igazából a március 15-e utcára, ugye a mai főutcába. Tehát ez az étteremnek a főutca felőli homlokzata napjainkban, és ugye mellette lévő cipőáruház, ami ugyanazon a néven üzemel évtizedek óta, ezért nem mondjuk a nevét, de tudja mindenki, hogy melyikről van szó. Ezek szerint már 60-ban is ugyanezen a néven működött. Már 60-ban is ugyanezen a néven működött, ráadásul előtte évtizedeken keresztül divatáruház volt, már az első világháború előtti években is, és ugye akkor kapott egy óriási nagy bővítést. A következő felvétel, ugye itt van egy zebra, tehát az is egy érdekes dolog, hogy itt ugye volt gépkocsi közlekedés még meglehetősen sokáig, még a 90-es években is ugye Velence szálló előtt álltak az autók, vagy igen, akkor már Magyar Király szálloda előtt, és a következő felvételen pedig az útnak a túloldalát láthatjuk, ez pedig ugye az úgynevezett Beles nevű műintézmény. Azért mondom, hogy műintézmény, mert ugye a Juhász köz felől, vagy mai Juhász Gyula utca felől volt ennek egy úgymond kocsma része. Tehát ez nem csak egy étterem, bisztró, cukrászda volt, ugye a belvárosi, vagy más néven zenés. Ugye a belvárosi név miatt nevezték ezt Belesnek. Hát nem azért, mert annyira jól be lehetett lakni, hanem azért, mert a belvárosban helyezkedett el. Belvárosi cukrászda volt egyébként nagyon sokáig a hivatalos neve. És hát volt neki egy söntés, egy kocsma része, amit pedig a Juhász köz felől lehetett elérni. Ezt nevezték egyébként akkori szóhasználattal, meg ma is oldalkápolnának. Azért ez könnyű felismerni még ma is. Igen, szerintem. Hát ma is hasonlóan néz ki egyébként. Aki sétál a belvárosba. A csemegénél akartam még elmondani, hogy ez valóban csemege volt akkor. Ez volt a luxus élelmiszer áruház a 60-as, 70-es években, mert olyan különlegességeket lehetett kapni benne mindig, érdekességeket. Na de menjünk tovább, hiszen érkezik a felsővárosiak a következő képen. Két kofa asszonyt láthatunk Bauer Bélának az 1960-ban készült felvételén. Bauer Lacinak egyébként név szerint sikerült őket kinyomozni. Én nem írtam föl magamnak, de a közösségi oldalon, ahol ezt közzétette. Én mondanám azt, hogy két katinéni. Két katinéni, mondjuk akkor így láthatjuk a neveket. Egyikük sem az igazi katinéni egyébként, de két felsővárosi kofa asszonyról van szó. A következő adásban egyébként hoztam egy hasonló felvételt, majd azt meg fogjuk mutatni. Ez egy összehasonlító kép az akkori, meg a mai állapotokról. A Bauer Lacinak elég sok ilyen felvétele van. És hát itt éppen ugye mennek hazafelé a felsővárosba, és én próbáltam úgy összeállítani ezeket a felvételeket, mintha a Bauer család bejárná a lakásnak a környékét, meg bejárná egy kicsit a várost is, tehát most éppen ezen az útvonalon megyünk szépen kifelé a felsőváros irányába, ahol ugye találkozhattak többek között ezekkel a kofasszonyokkal. Ezek után nem csoda, hogy eljutunk a Velence szállóig. 1958-as a felvétel, de 58-ban a kofasszonyok ugyanígy közlekedtek, nem csak 60-ban. A Velence szálló előtt volt ez a busz megálló, ezzel a Máva út feliratú táblával. A kezdeti buszjáratoknak az egyike egyébként. A 60-as évekből kaptam én egy plakátot körülbelül 2 évvel ezelőtt, egy kedves ismerőstől. Egy A3-as méretű plakátra elfért az akkori buszmenetrend. A városnak a buszmenetrendje, tehát ez csak a helyi járatokra vonatkozott, illetve néhány helyközi járatot is azért felsoroltak, meg volt egy vonalhálózati térkép, lényegesen egyszerűbb és letisztultabb volt, mint a mostani, és hát nyilván azért mások voltak a távolságok is, óriási távolságokat tettek meg egyébként ezek a buszok a városnak az egyik végétől a másikig. Most nem akarok butaságot mondani, de volt olyan járat, ami Öreghegytől a belvároson keresztül közlekedett a városnak egy másik végébe. És itt például a Velence szálló előtt volt egy buszforduló is, tehát itt ugye elkanyarodott igazából a busz, és ott az úgynevezett Karlház vagy Karliház fehérváriasan, ugye a szemközti ház előtt volt ez a buszforduló. De nyilván kevesebb volt a busz megálló, mert hogy azért kevesebben éltek Székesfehérváron, kevesebb épület volt, akkor még a palotaváros nem volt azért az eléggé sokat változtatott a képen, tehát így elfogadható, gondolom azért nem volt túl zsúfolt a busz. Hát lényegesen más volt ugye azért a forgalom is, ahogy itt láthattuk az 55-ös meg a 62-es fotókon, hogy teljesen kihalt volt a Népköztársaság útja. Nem nagyon voltak még autók. Egyetlen egy jármű nem volt rajta, azt a triciklit leszámítva, mint ugye a kislányul. Hát végül is a 60-as évek elején kezdtek el érkezni az NDK-ból
elsősorban akkoriban az autók. Megérkeztünk a Velence szálló után a szomszédos Zicsi-ligetbe is. Igen, a Bauerék megérkeztek a Zicsi-ligetbe. Itt egy 1956-os felvétel látható. Ugye a képnek az az érdekessége, hogy ez a kút, ami előtt állnak, ez most már évtizedek óta nem itt van a Zicsi-ligetben. Ugye ezt úgy képzeljük el, hogyha megyünk kifelé a ligetbe, ez valahol ott a belső részen, ott a sétautak környékén van, és ugye kicsit kijebb volt egészen a 60-as évek elejéig a Szent Háromság emlékmű, ami ugye átkerült a Szent Sebestyén templom elé. Ez a kút, amit 1922-ben a Szent Háromság emlékműtől még egy kicsit beljebb állítottak fel, a 60-as évek elején került el a Tompa Mihály utcának a kiöblösödő részébe. Ezt Barátságligetnek nevezték el akkor, ma Erzsébetliget egyébként a hivatalos neve. Tehát, hogyha a felsővárosból valaki a laktanyák felé közlekedik a Tompa Mihály utcán, akkor fogja látni ezt a kutat. Maradunk az Zicsi-ligetben, de évszámokat ugrunk a következő fotóval. 1962-ben járunk. Itt már igazából az emlékművek ugye elkerültek innen, és ugye Mikus Sándornak a felszabadulási emlékművét látjuk ott a háttérben. Nekünk pont háttal áll, ugye ez az úgynevezett Vasmarcsa, ami most a Béketéri Parkban időzik éppen, ugye a hatalmas nagy pálmaággal a kezében. Ez ugye utánérzése igazából a Gellért-hegyi szabadság emlékműnek, vagy szabadság szobornak. Ugye itt is Bauerék vannak a képnek a középpontjában, és ugye amit a háttérben láthatunk, az pedig az, hogy a Népköztársaság útját már megnyitották, tehát már a mai nyomvonalon lehet rajta közlekedni, és azért ott a háttérben még van egy-két olyan épület, amit a 70-es évek elején majd aztán lebontanak, és ugye létrejön az a nagy parkosított rész, amit ma Jávorottó térként ismerünk, illetve elkezdik ugye építeni az első paneleket is a vízivárosi lakótelepen. Izgatottan várom a következő képet, már csak azért is, hiszen annyit beszéltünk róla, hogy Székesfehérváron az első esemény fotó, ez a színház alapkőletételéhez köthető, és most hoztál egy olyan képet, amelyben ma az épülő színházat látjuk. Ugye ez az újraépülő színház igazából, bár egy más jellegű színház jött létre. Ugye azt a hatalmas nagy hasábot azt ismerjük mindannyian, ma már egy kicsit máshogy néz ki, de évtizedeken keresztül meghatározta egyébként a főutcának a látképét. Meg egyáltalán, hogyha valaki az Zicsi-ligetből vagy Dózsa-György tér felől ugye benézett a belváros irányába, akkor tényleg ezt látta. Ahogy Bauer Béla is ugye kisétált a családjával az Zicsi-ligetbe, megfordult, és ugye a kameráján keresztül ezt a látványt tudta megörökíteni. Ugye látható itt a Velence szálló is, ami előtt ugye a már említett ominózus buszmegállót láttuk az imént, és ugye a háttérben pedig épül a színház, amit 4 év múlva, 1962-ben adnak át. Tehát ugye 1872 az első építkezésnek a kezdete, az 50-es évek végén 57-58-ban kezdődik az újraépítés, és ugye 62-re fejeződik be. És hát aztán ugye a 2010-es években történik egy következő nagy építkezés, amikor egyébként erről még nem beszéltünk, de ott azért elég fontos belső értékek tűntek el. Bár a mai színháznak az építészeti képéhez meg természetesen ez a modern belső jobban illik. Feltűnő az is, hogy mekkora terek voltak még, ilyen szabad üres terek, hát persze, ahol a busz is meg tudott fordulni. Színház után felvonulás? Felvonulás május 1-én, ez egy 1966-os felvétel. Hát nagyon jó helyen laktak ugye a Bauerék, hiszen csak ki kellett hajolni az ablakon, és már is lehetett nézni a felvonulást, illetve lehetett fényképezni. Amit ugye itt még láthatunk, egyrészt, hogy ugye vonul éppen a köfémnek a kocsija, ugye ekkor volt 25 éves egyébként a köfém, hiszen 1941-ben alapították hivatalosan, tehát ez egy nagyon fontos évforduló volt. Akkor itt volt mankó, hogy pontos bizony, időpontot tudjuk. A cég életében is egy nagyon fontos időszak volt. Ugye amit még a háttérben láthatunk, az az egykori ciszterci rendháznak az épülete, ami ma a Szent István Király Múzeumhoz tartozik, illetve 66-ban vagyunk, tehát már ekkor is a múzeum úgynevezett rendház épülete volt, és ugye ott a sarkon egy úgynevezett vándorló szobor látható. Hogyha valaki megnézi, az a kis fehér folt, az a magyar vitéz szobor,
ami ugye 40-es évek végén a Vitézi székházról átkerül erre a sarokra, ugye az Ibusz iroda mellé. De mostani Mátyás dombor műhelye, ugye? Így van, ez a mostani Mátyás emlékműnek a helye, és igazából egy sarokkal költözik odébb ez a Vitéz szobor. Hogy aztán fog-e még költözni, az egy másik kérdés, minden esetre most a harmadik helyszín. Az elmúlt években sokat emlegetett szoborról beszélünk. István tér, egy picit arrébb megyünk a belvárosban. Picit arrébb megyünk a belvárosban, és aztán majd a belvároson kívül is fogunk azért nézelődni egy kicsit. 1957-ben láthatjuk az István téri platánt közelről. Ugye az 1890-es évek elején ültette egy Lerf Ferenc nevű palotavárosi kertész, és a dédunokájától származik ez az információ. Évtizedek óta egyébként várostörténészek próbálják kutatni, hogy mikor is kerülhetett oda ez a platán, és hát ez a dédunoka volt, aki végül is leírta nekünk ezt a családban megmaradt adatot és információt, történetet, hogy a dédi papa telepítette ide még fiatal csemete korában, és hát ez lett belőle az 50-es éveknek a végére, és 1960-ban láthatunk egy István téri összképet, amin szintén feltűnik ez a platán, csak már hát lényegesen messzebbről, és ugye a kármelita templomot, vagy szemináriumi templomot láthatjuk a háttérben, illetve az egykori szemináriumnak az épületében ekkor már ugye működött az országos papi otthon. Tehát ez is most már 6 évtizede tölti be a funkcióját. És hát valójában a Kossuth utcán is be tudunk nézni. Igen, azt is meg tudjuk nézni, illetve az is érdekesség, hogy a 60-as években egyébként a térnek ezt a szakaszát, ami a mostani Budai út felé ment ki, egy darabig szintén Kossuth utcának nevezték. És már is a piactéren vagyunk? 1957-ben, nem vagyunk messze egyébként az előző helyszíntől, hiszen hogyha a Várfok utcán lesétált a család, ahol most ugye a nagy társasház, modern társasház található, a megyeháza szomszédságában, ott volt ez a trafóház. Illetve a városnak ugye az első buszállomása itt a trafóház mellett működött, aztán később költözött oda ugye a 60-as évek elején a mai piactéri helyszíne, és ebben a kereszteződésben, ugye ha tovább mennénk, akkor Vörösmarty téren lyukadnánk ki, ebben a kereszteződésben működött ez a Wursli ilyen időszakos jelleggel, és mivel szintén nem volt túlzottan nagy forgalom, és ugye óriási terek álltak rendelkezésre, ezért szabadon lehetett például körhintázni, és nyugodtan lehetett használni, hiszen nem kellett attól tartani, hogy itt az autók majd hogyan kerülgetik a járókerőket. Vörösmarty tér következik több képen is. Megint csak pár lépéssel megyünk odébb, 1955-ben járunk. Ez a Vörösmarty térnek ugye az a szakasza, ami kifelé megy a városból, tehát itt most kifelé nézünk igazából a Széchenyi utca irányába. Ugye itt az előtérben, vagy legalábbis előrébb látható a Vörösmarty szobor, egy picit hátrébb pedig ugye Bori Jenőnek a 69-es emlékműve. Ez még ugye lényegesen korábban készült maga a kép, mint ahogy a Palotai utat, illetve magát a főközlekedési utat kiszélesítették volna. Tehát még a tereprendezés előtt járunk körülbelül másfél évtizeddel. Aztán közben bontások történtek, ugye elkezdték az első ipari épületeket létrehozni, és hát elég rendesen megváltozott ez a környék. És még mindig Vörösmarty tér, csak pár évvel később. 1958-ban. Ugye itt volt a sarkon egy épület, amit elbontottak, és ugye emellett állították fel azt a trafóházat, amit az előbb a Wursliról készült képen láthattunk. És ugye a képnek az az érdekessége, én nagyon derültem rajta, hogy ugye egy korabeli úgymond kaszkó reklám került fel a tűzfalra, amit szerintem még a 80-as évekből is sokan ismernek, és ugye éppen egy autót szerelnek ezelőtt a reklámfelület előtt, úgyhogy nagyon stílusosan sikerült Bauer Bélának ezt a pillanatot elkapni. Elérkezett a pillanat, hogy egy kicsit eltávolodjunk a belvárostól, nem is olyan kicsit, hiszen azért az Öreghegy az jócskán arrébb van. Hát elindultak kifelé ugye a Vörös Hadsereg útján, a mai Budai úton, és aztán elérkeztek az Öreghegyre. 1955-ben készült az első felvétel, ez az úgynevezett Vörös kereszt, amit egyébként már korábban is mutattunk, hát lényegesen máshogy néz ki ma a környéke, teljesen beépült igazából. És itt is ott a gyerkőc? Itt is ott a gyerkőc. A kereszt mellett, mögött és gyakorlatilag mindenhol a közelében házak, épületek találhatók. Hát ez akkoriban igazából a Szőlőhegynek is egy kicsi elhanyagoltabb része volt, hogyha lehet ezt mondani.
A következő kép 1957-ben készült, a Szent Donát kápolna helyén álló harangláb, illetve az a kereszt, ami ugye megmaradt itt a Szent Donát kápolna mellett, és hát aztán a 90-es években majd természetesen az eredeti helyen, de már teljesen más építészeti felfogásban kerül felépítésre az új Szent Donát kápolna. Tehát itt jócskán fent vagyunk a hegyen, azért azt érdemes megjegyezni. Erőmű turbinák? Igen, ugye említettem, hogy Bauer Béla az Édász dolgozója volt, és ugye ennek révén kaptak ők a Basa utcában szolgálati lakást. Hát természetesen a munkahelyén is készített azért fényképeket. 1960-ban készítette például ezt a felvételt, ahol még a régi gázgyárnak, illetve a villanytelepnek az eredeti gőzturbinái voltak láthatók, és hogyha valaki ellátogat ebbe az épületbe vezetett séták, vagy az erőművek napja kapcsán, akkor láthatja még ezeket a turbinákat, hiszen a mai napig megtalálhatók ebben a csarnokban, tehát mindenképpen érdemes megnézni, és hát nagyjából abban az állapotban, ahogy egyébként az utolsó használat során még láthatóak voltak. Nem sokat változtak egyébként a fotó óta, hát nyilván a burkolat meg az egyebek azért egy kicsit már amortizálódtak, de maguk a turbinák még mindig nagyon, nagyon szépek. Munkahelyre utalhat a következő kép is. Szintén 1960-as a fotó, az Édásznak az irodaházát láthatjuk. Ugye ez a Gáz utcai szakasza magának a területnek, tehát az úgynevezett villanytelep területének, és hát nyilván ez az irodaház azért sokak számára ismerős, hiszen az épület a mai napig is megvan. Én emlékszem, talán már meséltem is annak idején, hogy a nagymamám Rákóczi utcában lakott, és rendszeresen ide jártunk befizetni a csekkeket, hiszen akkor még ugye az ügyfélszolgálaton ezt nagyon sokszor személyesen lehetett intézni. Tehát Bauer Béla itt megint csak ugye a munkahelyét örökítette meg ezen a felvételen. A munkahely megjelenik még a következő képen is, de ott már inkább a szórakozás van az előtérben. Hát ugye a városi cégek, vállalatok nem csak napjainkban, de bizony a rendszerváltás előtt is nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a családokat ellássák, és gyerekeknek például programokat szervezzenek. 1962-ben gyermeknapon, tehát május végén készült ez a felvétel. A városnéző mikrobusz, amit korábban Barasics Béla felvételén láthattunk a belvárosban, itt éppen az Édász előtt parkol, és hát valószínűleg egy ilyen városnéző kis élménytúrára vitte el a gyerekeket. Ilyen volt annak idején a városnéző mikrobusz egyébként. Gyanítom, közel lehetett az Ikarushoz. Jól látom, hogy az Ikarusz formáját azért viselte, hát, az a hajlított valami? Nem tudom pontosan, hogy nézett ki, ki volt a fenntartója. Lehet, hogy a készítő egyébként az Ikarusz volt, de az üzemeltető... Feliratot nem látunk. Az üzemeltető az valószínűleg egyébként a Volán lehetett ekkoriban. Lehetett. Nos, hát Bauer Béla fotónál maradunk a következő képen is, és olyan nagyon messzire nem megyünk, hiszen a Gáz utca következik. Szintén a Gáz utcát látjuk 1960-ban. Ennek ugye az az érdekessége, hogy az épületeknek a nagy részét azóta már lebontották, tehát ez az egyik, hogy itt ma már panelek vannak többségében, és nem tudom, a képen mennyire látszik, az eredetin elég jól látható, ez egy munkavédelmi célból készült fotó, ugyanis ott a betonjárdán éppen egy lehullott vezeték tekereg végig, tehát egy közvilágítási vezeték, egy áramvezeték, és ugye arra hívják fel a figyelmet, hogy ugye bizony oda kell figyelni. Tehát nézzünk a lábunk elé, ez egy oktatóanyagból származó felvétel egyébként, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hiszen a közvilágítási oszlopok a 60-as évek elején jelentek meg ezen a környéken is, hogy leszakadhat a vezeték, és hogy lehetőleg azért ne tessék belegabajodni, ne tessék rálépni, tehát mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy hogyan közlekedünk. Láthatjuk akkor a hozzájuk tartozó oszlopokat is egy másik igen, képen. Igen, illetve ugye a két beállított gyanútlan járók előtt természetesen. Ez a kép, én adtam neki a villanyoszlopok címet, ennek sokkal hosszabb címe volt, szintén egy ilyen édászos anyagból került elő, Bauer Béla ezek szerint az Édásznak is egy gyakran alkalmazott fotósa volt, mint ugye lelkes amatőr fényképész. 1960-ban ugye villamos hálózatot telepítettek,
És a mai napig nem sikerült egyébként kideríteni. Ha jól emlékszem, a Bauer Laci körülbelül 2 éve közölte ezt a felvételt, és azóta nagyon sok hozzászólás érkezett ezzel kapcsolatban, hogy melyik környék lehet egyáltalán. Nem sikerült még mindig kideríteni. Ami az érdekessége magának a képnek, hogy valószínűleg itt egymás mellett több hasonló jellegű úgynevezett típusház látható. Tehát elképzelhető, hogy ez például ott a Jancsár utca környéke, ugye ez a Tátra, Mátra, Fátra utcák, ahol ugye egymás mellett nagyon sokáig, egészen az utóbbi évekig hasonló típusházak sorakoztak egymás mellett, de mivel több városrészben is ilyen viszonyok uralkodtak a 60-as évek elején, ezért nehéz megállapítani, hogy hol is készülhetett. És az utolsó képek mindenképpen a kikapcsolódásé, a szórakozásé, hiszen ha strand és vidám park, akkor csak erről lehet szó. Igen, ugye ezt megfigyelhettük, Barasics Bélának a fotóanyagát is, Perény Istvánnak a fotóanyagát is úgy próbáltam összeállítani, hogy azért közeledjünk a gyerekkor a vidámság felé, hogy aztán át tudjuk vezetni a következő témákra majd természetesen. 1962-ben a városi strand még így nézett ki. Tehát még az az eredeti épület, ami a 30-as években épült, itt már körülbelül 30 éves, az még megvan. Aztán ugye nagy részét lebontották, átalakították, és ugye nemrégiben, amikor ugye a városi strandot ismét felújították, akkor került részben visszaépítésre ez a háttérben látható épület. Hát így nézett ki a 60-as években, amikor ugye a Bauer család rendszeresen megfordult itt. És nézzük a Vidám Parkot, amiben vannak idején én még játszhattam, most már egészen más, most is játszanak benne természetesen. Még én is játszottam benne, de akkor már azért nem ilyen állapotban volt, mint például a képeken. A városi strandtól nem kellett túl messzire menni, átmentek az út túloldalára, és 1962-ben ezek a körülmények és ez a látvány fogadta a betérőket. Óriási, hatalmas nagy sorok álltak egyébként a bejáratnál, és hát tömegek voltak bent is folyamatosan. Még a 80-as évek elején is azért nagyon sokan látogatták, és 62-ben készült ez a külső felvétel. Szinte 62-ből láthatunk ugye a Vidám Parkban üzemelő egyik játékról, közlekedési eszközről, a kis autóról egy fényképet, ugye Bauer Bélának a fotóját, és egy másik fontos közlekedési eszköz, ami meghatározta egyébként a Vidám Parknak az arculatát, meg a történetében is nagyon fontos szerepet játszik, az pedig a 60-as évek elején átadott kisvasút. Ugye egy 1962-es felvételen láthatjuk. Igazából ugye ez a Bregyóban egykor közlekedett erdei kisvasútnak az utóda. Ugye, ha még a nézők emlékeznek rá, ha nem, akkor nézzék vissza az interneten. Barasics Béla felvételei között az első, az ugye pont egy olyan fénykép, ahol ugye a mester látható fotós tanoncaival, és ott az erdei kisvasútnak egy sínpárja látható még egy szakaszon, ez pedig már a belső területen, a Vidám Park területén található kisvasút, aminek a történetét egyébként szintén már olvashatták különböző portálokon, érdemes annak is utána nézni, és hát nyilván nagyon sokan emlékeznek még rá, tehát akkor pedig lehet kutatni az emlékekben. És nagyon köszönjük, hogy elhoztad ezeket a képeket, hiszen hogyha Székesfehérvár és Vidám Park, akkor elsősorban az óriáskereket szoktuk látni, illetve, ha én jól emlékszem, a bejárattól mindjárt jobbra ott volt az a bizonyos hajó vagy csónak hinta, amiben ugye álltak a fiatal emberek, középen ültek a hölgyek, és akkor így lábbal vagy testtel hajtva ment a hinta. Ezek voltak a jellegzetesebbek, ezeket a képeket ritkábban látok. És akkor hadd mondjam el, hogy egyébként Bauer Bélának a fotói között természetesen ezek is voltak, de pont azért gondoltam, mert ezeket látjuk mindig, főleg az óriáskereket, hogy mutassuk meg akkor ezeket is, amik viszonylag ritkábban kerülnek elénk. És tulajdonképpen akkor ezzel a képpel Bauer Bélától elbúcsúzunk, hiszen a következő adásban már a fia képeit igen, látjuk. Igen, Bauer Lászlónak a fotóit fogjuk látni, hangsúlyozottan nem a mai természetfotóit, mivel ugye várostörténeti műsorról van szó, ezért természetesen olyan fényképeket fogunk elsősorban bemutatni, amelyek a város különböző részeit mutatják, eseményeket, olyan jellegzetes helyszíneket, amelyek mára már megváltoztak, illetve, ahogy már ugye beharangoztam itt a Bauer Béláról szóló adásban is, Bauer Laci az édesapja felvételeihez is készített saját felvételeket, jó néhány évtizeddel később,
2010-es évek végén, 20-as évek elején, és ezeket montázsba például összerakta. Tehát mindenképpen érdemes lesz majd ezt az adást is követni. Tehát itt ott már friss képek is lesznek. Nagyon szépen köszönöm Váci Mártnak ma is ezt a sok-sok értékes gondolatot, illetve a fotókat is, és nagyon köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. A Városrészek titkaival legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.